Bizonyára sokan észrevették a kiskörös televízió nézői közül, hogy változott a TAR Kft-nél, vagyis a helyi kábeltelevízió szolgáltatónál a csatorna kiosztás. Ez érinti-e, és mennyiben a kiskörös tévét? Hú, hát ez rendkívüli módon érinti. Ez ugye lenni vagy nem lenni kérdés, hogy teljesen. Mi ezt úgy éltük meg 7-én, mint akinél tartósnak induló áramszünet keletkezett. Ugye hát ti kezdtetek fölöslegesen dolgozni, hiszen senki nem látta sem a képújságot, sem a ti gyártott és szerkesztett műsorotokat sem, mert 7-én a Szekszárdi központú TAR Kft., aki most a kábelhálózatot ugye több mint egy évvel ezelőtt megvette tőlem, az most műszaki átállást hajtott végre, csatornarendezést, amit én már, mint régi, mondhatom szakmabeli, meg is értek, mert az ilyen szolgáltatóknak fontos, főleg január elején a változásokat követve új csatornakiosztást eszközölni, de sajnos elfelejtettek erről időbe értesíteni bennünket, így aztán nem tudtuk közzétenni a mi felületünkön, a kiskörös tévén, sem képújságon, sem a műsorba nem tudtuk közzétenni ezt a változást, és így meglepetésként érintett mindenkit. Így aztán, amikor megtudtuk 7-én, hogy valójában ez a változás, ez úgy érintette a kiskörösieket, hogy minden csatornát megtalálják a megszokott helyén, amit előtte már használtak, kivéve egy csatorna szűnt meg, a kiskörös tévé, amit sehol hiába lapoznak, nem is lehet találni. Majd aztán érdeklődésünkre kiderült, hogy újrahangolással kell ezt előhozni, ezért indokolt most az, hogy abszolút újra kell hangolni. Többnyire ezt úgy szokták megcsinálni, hogy automatikus hangolásra újra hangolják, akik értenek hozzá, aki nem, az kéri a szakember segítségét. A TAR János ügyvezető úrral sikerült úgy megállapodnunk, hogy most ingyen megkapják az előfizetők az újrahangolást, de még azt úgy is lehet, hogy a kiskörös tévét átrakadhatják előre bármely az előfizető által megszabott helyre. A dolgozók ezt ingyen megcsinálják most, a TAR Kft. Dolgozói, és azon kívül, hogy ingyen hangolják a tévét, még a kiskörös tévét egy kedvező helyre, ahová az előfizető kéri, oda behelyezik. De ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha személyesen a kiskörösi kábeltelevízió ügyfélszolgálati irodába bejön, és ezt bejelenti, kéri, akkor ingyen megkapják ezt a szolgáltatást, de ha nem jönnek be személyesen, és nem kérik, akkor sajnos nem tudják a üzemeltetők, hogy erre igény van. Hát ez a riport, amit most velem csináltok, ez nyilván azt fogja látni, aki valamilyen úton, módon hozzájutott ehhez a kiskörös tévéhez, és látja ezt a műsort. Így aztán én külön kérem azokat az embereket, akik ezt a riportot látják, vagy más forrásból értesültek arról, hogy ingyen lehet kérni a hangolást, ingyen lehet a kiskörös tévét kedvező helyre áthelyeztetni, ezt adják tovább rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, piacon, úton, útfélen, hogy azok is értesüljenek róla, akik ezt a riportot nem láthatják, hiszen nincs kiskörös tévéjük. Úgyhogy én nagyon számítok azokra az emberekre, akik most ezt a riportot látják, vagy egyébként a kiskörösi újság is jövő héten meg fog jelenni, és ott is a Boda Zsuzsával felvettem a kapcsolatot, és a címlaptól kezdve a belső oldalon ezt szintén így kitárgyaljuk, vagy a Facebookon tájékozódhatnak az emberek. Tehát bármely forrásból, ha valaki ehhez az információhoz hozzájut, nagyon szépen kérem, adja tovább annak, aki úgy gondolja, hogy nem látja a kiskörös tévét, hogy így jut hozzá, és még kedvező helyre, az ő általa meghatározott helyre ingyen behangolják annak, aki a kiskörösi kábeltelevízió irodába személyesen bejön és ezt kéri.
Felénk sok olyan kritika is érkezett, ami ugye nem bennünket érint, hanem a szolgáltatót, hogy az elmúlt egy évben furcsán sokszor kellett áthangolni a televíziókat. Nyilván ez adódhat az átvételből is, de mi lehet ennek az oka? Kaptál-e, vagy feltetted-e ezt a kérdést a TAR Kft. Ügyvezetőjének? Kaptál-e rá választ? És ezt elmondhatjuk-e a Kiskörös TV nézőinek, hogy számíthatnak-e mondjuk a következő időszakban is újabb ilyen áthangolási időszakra? Igen, beszélgettem, sőt, többször is beszélgettünk több mint egy évvel ezelőtt, amikor eladtam a TAR Kft.-nek ezt a kábelhálózatot, utána is még szóba kerültek ezek. Indokolt olyan szempontból, hogy ő az országban sok helyen szolgáltat, több településen, több megyébe, és az ő műszaki mechanizmusa megkövetelné, hogy egy kicsit egységesítve legyen ez a csatornakiosztás az ő korábbi megszokott csatornakiosztásával. És mivel, hogy mi egy egész más cég voltunk, nekünk más műszaki megoldásokkal működött a csatornakiosztásunk, és azt, mire összefésülte az ő országon belül máshol is, ahol szolgáltat ebben a kiosztása, ez azért néhányszor hozzá kellett nyúlni a műszaki megoldásokat igénybe venni, és ezért egy picit többször volt, vagy lehet, hogy nem picit, mindenki nyilván úgy érzi, hogy gondolja. Ezért volt egy kicsit többször ez az áthangolás, újrahangolás, és most ez a hetedikei, úgy gondolom, legalábbis úgy hallottam tőlük, tekinthető egy utolsó véglegesítésnek, és valószínű a közeljövőben lehet, hogy egész év közben nem fog kelleni tovább újra hangolni. Hát évelején azért az évközi változásokat többnyire mégiscsak meg kell valahogy valósítani, akár jogszabályi, akár kínálati, megszűnik, újra új csatorna jön, átalakulnak, szaporodik, fogy egyebek, ezért amit nem tudnak megoldani hangolás nélkül, azt muszáj lesz majd akkor újra hangolással, de egész évközben azért vannak teszt csatornák, egyebek, hogy a váratlan csatornákat ilyen helyekre berakják. És nem kell újra hangolni, csak a úgynevezett teszt csatorna elkezd élni, és valamilyen nevet kap, hogyha egy plusz csatorna kerül oda bele. És ez sajnos ez egy olyan műszaki kérdése a szolgáltatóknak, amit megcsinálja az elővigyázatos lépéseket, például, hogy teszt csatornákat rak be a kínálatba, pont az hangolások elkerülése miatt, hogy egyszer csak elkezd élni, hogyha a plusz csatorna jön be, hogy ne kelljen mindig újra hangolni, de egy év hosszú idő ezeket a változásokat általában következő év elején újrahangolással lehet tényleg úgy megcsinálni, hogy a műszaki és egyéb feltételeknek megfeleljen. Tapasztaltuk azt is, hogy időnként az internet akadozik vagy kimarad. Erről van-e valami információnk? Hát igen, ez a még mikor mi szolgáltattunk, nagy félelmem volt nekem mindig az internet kimaradás, ezért annyira féltem, hogy egy csomó óvatossági dolgot bevezettünk, például mi az MVM vonaláról kaptuk az optikai kábelhálózatán az MVM-nek, ami északról dél felé húzódik, és akkor én találtam egy olyan szolgáltatót, akitől én vásároltam az internetet, aki méltányon adta ezt az aggodalmamat, és megcsináltunk egy úgynevezett csiki-csuki megoldást, miszerint, ha bármilyen sérülés éri ezt a hosszú vonalat, mondjuk északi oldalon, akkor átváltottunk, automatikusan egy szerkezet átváltotta úgy, hogy délről kaptuk az internetet. Ha a déli oldalt érte
és mi pont onnan kaptunk, akkor úgy átváltott északi irányból bejövő internetre, hogy észre se vettük ezeket a változásokat, és így jóval kevesebb kiskörösön kívüli hibából eredő, műszaki problémákból eredő internet hiányosság volt abban az időben. Most a Jánosnak saját optikai hálózata van, és nem kívánja így plusz pénzért a másik hálózatot igénybe venni. Ezen az optikai hálózaton egyelőre még ilyen úgynevezett csiki-csuki megoldásnak nincs lehetősége, ezért ha ő hálózatán mondjuk Baja környékén vadászpuskával ellövik a kábelt, akkor Kiskörösön nem lesz internet, addig a Kiskörösön sem lesz internet, és még sok máshol, ahol érinti ez a szakadás, amíg meg nem csinálják. És ez így egy kicsit sérülékenyebb, de azért itt szeretném megjegyezni, hogy ezeket a hibákat, amiket úgymond hibának titulálunk és elmondunk, ez más szolgáltatónál is van. Én nem akarok fogadatlan provokátora lenni a TAR Kft-nek, de a kiskörösiek megnyugtatására és a saját megnyugtatásomra is elmondanám, hogy ahogy én ismerem a magyarországi szolgáltatókat, a nagyok közül még mindig a TAR Kft. A legjobbak közé tartozik, és nyilván már nem tud senki annyira részletes és előfizető barát szolgáltatást nyújtani, mint mi, akinek 1/1 Kiskörös volt, nekünk csak ez az egyetlen egy volt és Kiskörös, és helyi ismeretség és egyebek. Ez nem fog visszatérni, ez mindegy, hogy milyen szolgáltatónak hívjuk. Ha nagy szolgáltató, már pedig ebbe az irányba megy el az ország, hogy a kicsiket lecserélik a nagyok, és léptennyomon mindig a nagy szolgáltatók fognak egy-egy településen szolgáltatni. Én nem véletlenül a TAR Kft-nek adtam el, mert én azt szerettem volna, hogy itt mi utánunk a fellelhető nagyok közül a legjobb jöjjön, és a meggyőződésem még a mai napon is, hogy a hibáival együtt is, még a nagyok között ő a legjobb.